gratulálok a díjhoz, és aki egy kicsit is régebbre tekint az ügető sportba, az emlékszik az ön nevére, hiszen legendássá vált. Elszakadt a lóversenysporttól. Most milyennek látja egy kívülállóként? Nem nagyon járok ki, szóval 3-4 évben egyszer talán voltam kint. Az mondjuk nem tetszik, hogy olyan messze van a pálya a közönségtől, szóval az volt annak a Kerepesi úti pályának egy olyan varázsa, hogy szinte hozzáérhetett a fogadó vagy a néző a lóhoz, szóval karnyújtásra futottak a lovak. És hát ez itt hiányzik, szóval. És hajtóként mi volt az arc poetikája? Hát az, hogy kimélyem a lovat. De nem csak úgy, hogy nem verem, nem ütöm, hanem az, hogy minél jobb pozícióban legyek, tehát ne kívül menjen kilométereket többet egy ló egy versenybe, hanem szóval spóroltam. Szóval sokszor volt, hogy nyertem egy versenyt, és mégis úgy utólag hát nem voltam megelégedve magammal, mert könnyebb is lehetett volna ez a ló szemszögéből nézve. Ön tanult állatpszichológiát? Hát pszichológiát, igen. Ez mennyire kamatoztatható? Hát lehet. Szóval például ez a büntetés nem használ az ember, hanem jutalmaz, és esetleg az a büntetés, hogy a jutalom elmarad. Például egy ilyen, szóval humánusabban próbáltam, hogy ostort szinte alig használtam, szóval az csak ilyen jelzésértékű volt. Hát volt, hogy versenytes megbüntetett valamiért, hogy ő szerintük nem jó, tartottam az ostort, nem az, hogy ütöttem, hanem nem jó tartottam, és akkor, mint tudom, hetekig nem vittem direkt ostort, szóval egy ilyen kicsit ilyen dafke dolog volt, hogy... De elboldogultam ugyanúgy, szóval tulajdonképpen nem kellett ostort. És hogy lehetett fölállni? Nem az, hogy miért, hanem hogyan, akkor, amikor valaki évtizedekig dolgozik a lovak mellett. Hát, szokott róluk álmodni? Nem, mostanában kicsit gondolkodom, mert a unokám az elkezdett diógratásba tevékenykedni. És azért újból visszahozta ezeket az érzelmeket, de egyébként volt 15-20 év, hogy abszolút nem gondoltam magamra. És ha visszagondol arra, hogy lóverseny, tehát eszébe jut, hogy ügető, akkor pozitív érzések tolulnak inkább elő? Hát a csapat, az istálló, vagy azok fantasztikusak voltak. Szóval tényleg az ilyen egész extra. Szóval most egy-két arccal találkoztam, mint a Csordás Emil vagy vezéremesek. Hát csodálatos emberek. Ők önnél tanultak? Igen. Szóval az tényleg egy melengíti az ember szívét.